Módosították a távoltartási végzések kibocsátására vonatkozó jogszabályt. Az újítás értelmében a bíróság köteles sürgősségi eljárással a kérés leadásától számított legtöbb 72 órán belül kibocsátani azt. Családon belüli erőszakról Maros megyében is évente több 10 bejelentés érkezik. Eddig a törvény nem szabta meg a távoltartási végzések kibocsátásának határidejét, így az eljárások a legtöbb esetben elhúzódtak. Sok esetben történt, hogy elhúzódott ezeknek a védelmi határozatoknak a kibocsátása, és ugye általában ezek az esetek, ami a családon belüli erőszakot érinti, mindenféle veszekedések, amik elfajulnak egészen a tetlegességig, azért elég komoly hatásra vannak egy családnak az életére. Nagyon sok esetben a bántalmazott személyek el kell hagyják a lakásukat. A bíróság által kibocsátott végzés lehetővé teszi ilyen esetekben, hogy az áldozat visszatérjen lakásába, de kötelezheti a bántalmazót arra is, hogy új otthont biztosítson neki. Határozhat ugyanakkor arról is, hogy kinek a gondozásában maradjanak a gyerekek. Általában egyébként ők a családon belüli erőszak elsődleges áldozatai. Két véglet van, vagy nagyon visszahúzódóak lesznek, félénkek, vagy nagyon agresszívek, tehát viselkedés problémával. És ez hosszú távon is megmutatkozik a legtöbb esetben, tehát majd mikor felnőttként családot alapítanak, tehát a legtöbb esetben azt a mintát, amit ők megéltek, tehát ugyancsak átviszik a saját családjukra. Ha a gyerekek huzamosabb ideig élnek erőszakos környezetben, szorongásos és tanulási zavarok, drogproblémák alakulhatnak ki, de súlyosabb esetekben akár öngyilkossági kísérletekre is sor kerülhet.